Baleset történt szombaton hajnali 5 óra 30 perc körül a 62-es számú főút 35-ös kilométer szelvényében, Seregélyes térségében. A rendelkezésre álló adatok alapján egy személygépkocsi közlekedett Székesfehérvár irányába, amikor eddig tisztázatlan körülmények között az útestről lehaladt és a menet iránya szerinti baloldali árokba hajtott. A 70 éves gépkocsi vezető a helyszínen életét vesztette. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Az alkalom tiszteletére hagyományosan megemlékezést szerveztek az 56-osok terén. Az országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott határozata értelmében minden év február 25-én tartják a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját. 1947-ben ezen a napon a szovjet hatóságok köztársaság ellenes összeesküvés vádjával letartóztatták, és a Szovjetunióba hurcolták Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Az emlékműnél a kivégzett, meggyilkolt, börtönökbe vetett, otthonuktól és értékeiktől megfosztott áldozatokra emlékeznek minden évben ezen a napon. Néma főhajtással közös koszorút helyezett el az áldozatok tiszteletére Cserpalkovics András székesfehérvár polgármestere, Varga Tamás és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Simon László főispán, a város alpolgármesterei, önkormányzati képviselői, a fegyveres és rendvédelmi szervek, történelmi egyházak, oktatási intézmények képviselői, valamint a haza fias és honvédelmi hagyományokat őrző civil szervezetek. A Maroshegyi Egészségnappal elkezdődött a 2023-as egészség- és prevenciós programok sora Székesfehérvár önkormányzata és a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A szűrőnapon hagyományosan volt általános állapotfelmérés, kardiológiai és bőrgyógyászati vizsgálat, bukakarindex meghatározás, dietetikai tanácsadás és csontsűrűségmérés egyaránt. A szombatihoz hasonló városrészi szűrőnapok célja elsősorban a figyelemfelhívás és megelőzés. Ugyanakkor fontos, hogy sokan azért is választják ezt a napot, mert egyes vizsgálatokra az ellátórendszerben normál esetben több hetet, adott esetben hónapot kellene várni. Most már hagyományosan ez a Maroshegyi szűrőnap az első a vizsgálatok vagy a szűrőnapok sorában. Itt mindig nagyon sokan vannak. Nagyon változatos a korosztály. Ahogy itt is látszik, hogyha esetleg körülnézünk, akkor már ilyen 30-asok vannak, 30 év körüliek, és egészen 70-75 éves korig mindenféle korosztály megtalálható. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban február 24-től látogatási tilalom van érvényben visszavonásig. A hatósági intézkedés a vármegye területén működő valamennyi fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményére vonatkozik. A kapcsolattartási lehetőséget súlyos végstádiumú betegek esetében az intézmény a megfelelő intézkedések mellett folyamatosan biztosítja. Kiskorú beteg mellett tartózkodhat a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általuk megjelölt személy. A látogatási tilalom ideje alatt a kismama mellett lehet az általa megjelölt nagykorú személy a vajudás és a szülés alatt is. Csomag a kórházban fekvő betegek részére a Seregélyesi úti főportán átadható, munkanapokon 8 és 16 óra 30 között, hétvégén és ünnepnapokon 8 és 12 óra között. A csomag elvesztéséért, illetve az abban elhelyezett értékekért a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház nem vállal felelősséget. További részletek a kórház honlapján olvashatók. Online fogadóórát tart hétfőn délután 16 és 18 óra között Székesfehérvár polgármestere. Cserpalkovics András Facebookos közösségi oldalán várja a lakossági kérdéseket. A felvetéseket hozzászólás formájában a fehérváriak a közösségi oldalra kikerült bejegyzésnél írhatják meg. Az élő válaszadás hétfőn 16 órakor kezdődik. Pénteken este a világ számos más pontja mellett Székesfehérváron a Szent István Művelődési Házban is Vas Albertre emlékeztek. A rendezvény a 115 esztendővel ezelőtt született erdélyi író domborművének megkoszorúzásával kezdődött. A néma főhajtást követően az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában megemlékeztek a nemrégiben elhunyt marosvásárhelyi származású Lukácsi Józsefről, aki közíróként és a közélet meghatározó szereplőjeként is sokat tett városunkért. Majd megkezdődött a Vas Albert maraton, ahol a résztvevők személyesen mondhatták el a számukra kedves Vas Albert költeményeket és írásokat. 8. alkalommal Székesfehérváron megrendezzük a Vas Albert felolvasói estet. Hogy miért pont Vas Albert? Talán azért, mert az ő sorsa és az ő élete
példamutató lehet az emberek számára, a magyarság számára, gondolatai, olvasmányai, versei, meséi mindenkinek tanulságos és nagyon olvasmányos. Folytatódott a Vörös Marti Társaság megemlékezés sorozata. Pénteken este az Irodalmi Társaság Kossuth utcai otthonában a magyar líra 20. századi klasszikusa, városunk díszpolgára, Takács Imre, József Attila díjas költő életművét idézték meg dallal, verssel, nagyívű gondolatokkal. Az est megerősítést jelentett a költészet barátainak is, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy az a stílus és forma, amit Takács Imre képviselt, és az, hogy a jelenben is az őszinteség költői között tartják számon, ami a diktatúra idején megítélt sorsdöntő időkben komoly küzdelmet jelentett, arra a ma embere is büszke lehet. Korosztályának és annak a korosztálynak, annak a nemzedéknek, amelyiknek ő tagja volt, az egyik legkülönösebb és az egyik legértékesebb képviselője Takács Imre. Magával hozta Rábas Ömjén sok-sok szépségét és nyomorúságát is, aztán a fehérvári élményeket, és természetesen hát a budapesti életének az élményeit és az ebből született verseket, írásokat. Folytatódott a Foltvarró asszony műhely a kézművesek házában. A népszerű programsorozat egyre több korosztályt szólít meg, hiszen a kézművesség kihívásai egyre inkább elterjedtek minden korosztályban, és a fehérvári mesterek sikerei is vonzák az embereket, hogy kipróbálják és elsajátítsák a mesterségek fortéjait. A Rácz utcában ezen a napon Bodáné Fenyves Zsuzsa vezetésével ezúttal a konyhában használatos szép és praktikus eszközöket, edény és fedőfogókat készíthettek a résztvevők. Most ez a január-február ugye olyan időszak, hogy nincs olyan különösebb ünnep, amire készülni lehessen, ezért ugye januárban kötényt vartunk, most februárban pedig megpróbálunk ugye ezt a konyhai vonalat továbbvinni, és edényfogót, tepsifogót, fedőfogót fogunk varni.